December 15-én megjelent az 1.2.0-ás patch a játékhoz, és mindemellett egyébként még megjelent hozzá a DLC is, a Legacy of the Moonspell, amiben brutál sok fegyver, karakter jött, fegyver és karakter jött, és egy iszonyatosan nagy pálya. De ami jött a patchbe, az aki főleg ilyen, ami mindenki számára elérhető, most azokról a dolgokról fogok beszélni, ami mindenki számára elérhető, mármint aki természetesen Vampire Survivors tulajdonos. Jött egy skin Pepinyóhoz, ez nagyon fontos, mert hát Pepinyó, mint tudjátok, ő egy fa, egy karácsonyfa, szóval ő kapott egy ilyen skint, egy nagyon-nagyon-nagyon fontos skint. Vele nem fogunk szerintem játszani ma, mert főleg a DLC-s karaktereket próbáljuk majd megszerezni, de szerettem volna megmutatni, hogy Pepinyó kapott egy ilyen skint. Ezekről a dolgokról amúgy már beszéltem nektek legutóbb, de ha esetleg valaki lemaradt volna, meg nem biztos, hogy úgy keresett rá, hogy 1.2-es újdonságok, azoknak elmondom újra. Most már ki lehet majd kapcsolni a kimaxolt power-upokat, hát ez ugye főleg majd a körznél lesz jó. Itt látjátok, hogy van egy gomb most már, hogy aktív. És hogyha kinyomjátok, akkor a körz, például a körz, az most már nem lesz aktív. Tehát most már nyugodtan kimaxolhattok majd mindent, mert hogy úgyis kikapcsolhatjátok, nem kell resetelni emiatt például. Úgyhogy ez egy tök jó dolog. Még fogtok egyébként látni változtatásokat, amiket így mondok a következő pár percben, ami tök jó dolog. Méghozzá az, hogy amikor egy chestben már csak pénz van, akkor azonnal ki fog nyílni, nem lesz ilyen várakoztató animáció, ami egyébként skipelhető. Most már az animáció meg se fog jelenni. Úgyhogy ennyi. Azt hiszem, így van, így van. Tehát azonnal meg fogod kapni a pénzt. A treasure chesteknél most már meg lesznek különböztetve, tehát a treasure chestek most már meg lesznek különböztetve, amiben Arcana van, az most már más színnel fog megjelenni, méghozzá lila színnel. Ezek egyébként így fognak kinézni. Tehát ez az Arcana-s chest. Ez lila lesz. A hagyományos chest pedig marad a barnás színben. Mi van még itt? Kill count breaking, modos korú fájlok javítása. Igen. Pár javítás a bestiáriumban. Végtelenség pattogó, Karello javítása. Na, és ami érdekesebb ennél, ezeket nem is tudom, miért ide rakták. Az, hogy Marabionál most már nem lesz olyan követelmény, hogy össze kell szedni 100 floor chickent. Javítottak nem loopoló music trackeket. Igen. Le fog spawnolni a koporsó. Még akkor is, hogyha nincs meg a Milky Way map. Na tessék, még ilyet is megcsináltak. Aha. És be lesz zoomolva a pálya a Mungolónál, a Bonzonál és a Mountain Moonspellnél. Oké. Van még itt egy olyan változtatás, amiről amúgy nem írtak, hogyha összegyűjtöttél 25 ezer, több mint 25 ezer tojást, akkor a Shadow Entity a Mungolón ad egy olyan opciót, hogy resetelhesd majd a movement speededet. De ez ugye azért jó, mert ugye az opció volt egyedül, hogyha nagyon sok tojást szereztél egy karakterre, hogy el lehet azokat a tojásokat távolítani a karakterről, de hát ilyet az ember amúgy alapvetően nem akar csinálni, viszont ami ennél jobb, hogy a movement speedet tudod redukálni. Ez azért király, mert így nem fogsz átszaladni így a pályán, mint a villám, de mégis megmaradnak a nagy statjaid. Ja, igazából ennyi jött az 1.2-vel, hát ez nem sok. Ez nem sok. Ez egyik azon patcheknek, amik így
a leg silányabbak, de hát itt most ezt most jól kell érteni, mert ettől függetlenül ez egy változtatás, ami ettől függetlenül kapott frissítést a játék, független attól, hogy emellett amúgy megjelent a DLC. Na de DLC. Megkaptuk az első DLC-nket, ami 1 egész... Jajjaj, nem, ezt nem akartam megnyomni. Ami 1,8 euróba kerül, és hogyha bundle-ba akarjátok megvenni, úgy még olcsóbb, talán meg is tudom nektek mutatni. Itt van a bundle, hogyha megvan nektek alapban a játék, akkor olcsóbb pár centtel a DLC, hogyha a bundle-t vásároljátok meg. Nézzük csak. Hát ha ezt így megnyitottam, nem nyitottam meg, de pár centtel olcsóbb, hogyha ezen akartok spórolni, akkor tudtok, a bundle vásárlást amúgy javaslom nektek. Kicsit olcsóbb lesz, ennyi. De hogy amúgy meg 2 euró, most meg 1,8, mert ugye kedvezmény van azért, mert új. Igen. Szóval, hogy azt mondták amúgy erről, hogy... Hogy nem kell aggódnotok amiatt, hogy az alapjáték most már nem fog kapni free upgrade-eket, mert a DLC-k azok ilyen, hát bizonyos tematika köré fognak épülni, majd meglátjátok, hogy ez a Legacy of the Moonspell ez milyen, ez ugye a Moonspelleknek az örökségéről fog szólni, itt ilyen Moonspelles karakterek lesznek a Moonspelles pályán, szóval, hogy ez egyfajta tematika köré épül, és itemektől, power-upoktól, játékmechanikáktól nem fognak elesni azok, akiknek csak az alapjáték van meg, szóval ez egyfajta, hát igazából, hogyha nem veszitek meg, akkor kimaradtok egy tematikából, de ennyi. Fegyverek, karakterek, meg mi az, ami még jön. Szörnyek, pályák, azok lesznek újak a DLC-be, de igazából így nagy játékmechanikáktól, mint például az árkánáktól, attól nem fogtok elesni, hogyha csak az alapgém van meg. Ez fontos volt amúgy leszögezni, mert a fejlesztők is úgy gondolták, hogy ezt mindenféleképpen, erről mindenféleképpen érdemes titeket tájékoztatni. Mi az, amit még akarok nézni? Azt is írják, hogy szerették volna külön szedni a DLC-hez kapcsolódó achievementeket, de nem tudták, úgyhogy belerakták az alapjátékba. Így sajnos kell a DLC ahhoz, hogyha 100%-olni szeretnétek a játékot, legalábbis a Steam szerint. Hát, ja. Ez ilyen. Mi az, amit még írtak? Ja, azt is írták, hogy nem nagyon akarnak titkos dolgokat tenni a DLC-be, mert tudjátok, nagyon sok titkos dolgot tettek eddig az alapjátékba, szóval nem akarnak titeket megfosztani attól, hogy együtt felfedezzétek a titkos dolgokat, titkos karaktereket, titkos lehetőségeket, hogy hogyan kell ezeket a dolgokat megszerezhető itemek, karakterek, pályák, ezt az élményt nem akarják elvenni azoktól, akiknek csak az alapjáték van meg. Viszont, hogyha azt mondja a playerbase, hogy nem zavarja őket, és szeretnének titkos dolgokat a DLC-kbe, akkor nem zárkóznak el ettől, tehát tesznek szívesen a DLC-be is ilyen tartalmakat, viszont alapvetően nem akarják megfosztani ettől azokat, akiknek csak az alapgém van meg. Hát, mint látjátok, az elmúlt 5 percben nagyon sokszor mondtam azt, hogy nem akarnak sok mindentől megfosztani titeket, próbálnak azért egy ilyen DLC-t, egy ilyen tematikus DLC-ket kiadni, de hát nem beszélünk nagy összegekről, ez egy 2 eurós content, és hát az a tartalom, ami benne van, hát az bőven megéri. Én úgy gondolom, hogy ha szeretitek ezt a játékot, akkor a 2 euróért hát szinte ingyen van. Na mindegy. Ja, másik fontos információ, ez jön mobilra is,
jövő év elején valamikor. Tehát jövő év elején valamikor a Legacy of the Moonspell mobilra is elérhető lesz. Na de ami izgalmas, nézzük, miket hozott. Spoilerek. Spoilerek lesznek most. Nézzük, miket hozott, srácok, ez az új DLC. Azt mondja, hogy én a pályával kezdem. Kegyetlen. Ugye mondtam, hogy 25-ször nagyobb az alapnál, az alappályáknál. Hát ez így néz ki. Tehát ehhez nem kell semmi, hogy felold. Tehát ez alapból bent lesz, hogyha megvan neked a DLC. Ha nem látod, az azért van, mert nincs meg a DLC, vagy mert nem frissült le a játékod. Nem tudom, hogy az hogy lehet, hogy nem frissült le, de írtak ilyet is, hogy érdemes lefrissíteni, vagy újra ellenőrizni a fájlokat. Na hát a pálya ekkora. Hatalmas. És különféle zónákra van egyébként osztva. Van itt elhagyatott kastély, gondolom az ez. Vannak itt havas hegyek, ugye, ez a felső rész. Van itt valami jókais falu, hát gondolom az lenne, ami ott van. Ez az alsó rész. Illetve van itt valami víz is délen, ahol milyen valamiféle kappák vannak, amiket, hogyha megölünk, akkor lehet, hogy kapunk egy titkos karaktert. Szóval van ilyen, és ez a pálya 30 perces időlimittel rendelkezik, majd meglátjátok egyébként, hogy ez így mekkora, hogyha bemegyünk rá ingém. Ma kb. Csak ezen a pályán fogunk játszani, úgyhogy jól meg fogjuk tudni majd ismerni ezt az új pályát. Hát itt van, hogy mennyi karakter van, ez brutálisan sok. Én azt mondom nektek, hogy kezdjük először a fegyverekkel, mert úgy talán egy kicsit érthetőbb lesz, hogy melyik karakterhez milyen fegyver tartozik. Kaptunk egy olyat, hogy Silver Wind. Az ellenfelek dobhatnak HP-t, hogyha legyőzzük őket. És ennek az effektje ilyen kis, hát így jelenik meg a szellő. Így jelenik meg a szellő. Ez egyébként ilyen hílelős, hagymás buildben nagyon jó lesz, mert a Pumarolával evolvol. Ja. Ez egy AOE ilyen gyógyítós buildben nagyon jó. Nagyon jól fog menni. Azt mondja, hogy ez a Balls of Light, ez követni fog. És hogyha mész fölfele, akkor megy veled. Tehát, hogy ezek a fények, ezek követni fognak téged. Ez a Silver Wind. A Festive Winds, az pedig az evolve-ja a Silver Windnek. Úgy lehet megszerezni egyébként a Silver Windet, hogyha a Minag nevezetű karakterrel 15 percig túlélünk, ezzel szerintem nem lesz probléma. Igen, szóval a Festive Winds az a Silver Windsnek az evolve-ja, és egy teljesen upgrade-elt Pumarola kell hozzá. Tehát fel kell hozni ugye a Silver Windet maxra, és a Pumarolát is maxra, és úgy lesz Silver Winds. És ez gyakorlatilag a Silver Windnek az erősebb verziója, illetve ez még tud olyat is, hogy gyengíti az ellenség védelmét, tehát nagyobbakat lehet majd rájuk csapni, meg hát még több effekt, tehát hogy még kevésbé lesz látható ez a streamben. De a lényeg, hogy ez egy erősebb Silver Wind, ez a Festive Winds. Jött még a Four Seasons is, ami akkor lesz megszerezhető, hogyha játszottunk 15 percet a Menya nevezetű karakterrel. Erre az itemre, erre a fegyverre hat az amount és a duration stat is. Tehát a damage-ére hat az amount és a duration stat is. Ez generál 4 labdát tőlem balra és jobbra is, amelyek egyébként robbannak. És ez ennek az evolviához, a Four Season evolviához kell a Spinach és a Candelabrador, és úgy lesz Godai Shuffle. Mindjárt megnézzük, hogy az is milyen, de előtte meg akarom nektek mutatni, hogy mi ez az item. Így néz ki a Four Seasons, írja, hogy 4 robbanás generál, amount és a duration stat hat a damage-ére. És
Hát ezek a robbanások gondolom valahogy így néznek ki, de hát ezt majd úgy is megnézzük. Megnézzük in-game, hogy milyen. Szóval, Four Seasons plusz fullosan upgradelt spinach, ugye a Spenót és a Candelabrador, az ad nekünk egy ilyen Kodai Shuffle-t, ami még több robbanást eredményez. Tessék. Ez gyakorlatilag ugye úgy néz ki, hogy ide robban egyet alapból, ide robban egyet alapból, és ide robban, meg ide robban. Ugye? Jól számoltam? Így van. Így van. Négy labda generálódik, ezzel pedig minden egyes sarokba kerül egy pluszba. Tehát ide is, tehát négyel több, ha jól látom. Bár ott az egy kicsit furán néz ki, de a lényeg, hogy még négy robbanás jön egyébként. Még négy robbanás jön egyébként a Godai Shuffle-lel. Hát ez ilyen robbanós buildet eredményez. A Four Season és a Godai Shuffle. Na hát, oké, okay. Ez ugye eddig 1, 2, 3, 4 fegyver volt, most jön az 5., van 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12. és 13. fegyver is, úgyhogy ezeken végigmegyünk, és akkor utána, mondom, még egyszer sokkal jobban meg lehet majd érteni, hogy melyik karakterhez melyik fegyver jár. Na, tehát van a robbanós, van a szeles, és van még itt egy olyanunk, hogy Summon Knight. Nézzük ezt a Summon Knight-ot. Damaging Zone-t csinál a karakterünk fölé. Nézzük ezt, hogy néz ki. Summon Knight. Ott van. Ilyen fekete szivárgás történik, megy tönkre a kijelző. Ez érdekesen néz ki. Ha. És ezt úgy lehet megszerezni, hogyha a Suto nevezetű karakterrel 15 percig élünk túl. És a Summon Knight-hoz, a Summon Knight és a fullosan upgrade-elt duplikátor, ami ugye már eleve a duplikátor kellett egy Evolve-hoz, mi az a gyűrűhöz, amiből a Thunder Loop készül. Abból a Summon Knight és a fullosan upgrade-elt duplikátorból lesz az Echo Knight, ami még több ilyen fekete csíkot generál a képernyőre. Tessék. Nagyon fekete. Tehát ez gondolom egy teljes képernyőre ható AOE támadás, ha tippelnem kéne. Hú, tehát eddig van szeles, robbanós és ilyen teljes képernyős AOE-s támadás. Van itt még nekünk mirázsróp, amit úgy lehet megszerezni, hogyha a Babiona nevű karakterrel játszunk 15 percen keresztül, és túlélünk, természetesen ez egy fontos hozzávaló. Fagyasztó, statikus projektálokkal operál, amik még robbanhatnak is. A mirázsróba az ilyen. Aha. Tehát ez gyakorlatilag önnön magamat sokszorozza, ami fagyasztja az enemiket, és még robban is. Ez tetszik, ez egy fagyasztós build, amúgy nekem tetszik. Kíváncsi vagyok, hogy mit lehet majd ezzel a karakterrel összehozni, aki amúgy ezzel kezd. Wow. Na, a Mirage Rob és a fullosan upgrade-elt attraktorban lehet megszerezni a Jodorét. Ezek az ezzel generált másolatok rólam most már mozogni fognak, és összezavarják az ellenfeleket. És az ellenfelek nem engem, hanem a másolataimat fogják támadni. Wow. Wow. Na jó, ez egy nagyon vicces itemnek tűnik. Ez egy nagyon-nagyon vicces itemnek tűnik. Ez tetszik. Ez tetszik, skacok. Jó.
Tehát van itt egy ilyen kivetüléses build is, ezzel a Mirage Robb-val és a Yodoré-val. Menjünk tovább. Mille Bolle Blue. Van itt egy Mille Bolle Blue nevezető fegyver. Amit meg lehet vásárolni a shopostól, hogyha feloldottuk a Gav et Oni nevezetű karaktert. Aha. Oké. Okay. Lingering projectile-okattól. Ó, ilyen kis buborékok. Azt nézzétek, milyen buborékosat lehet nyomni. Buborékos támadásokat. Mille Bolle Blue. Uh-huh. Oké. Okay. Ezt, ha mellé teszünk egy fullosan upgrade-elt Spellbinder-t a Mille Bolle Blue mellé, akkor jön a Bu-ro Bollem, aminél a buborékok nagyobbak lesznek, és még több ellenfelet tudunk vele eltalálni. A buborékos build. Gyakorlatilag a buborékos build. Na várjál, itt már volt valami. Itt volt valami Knight-os. Summon Knight, Echo Knight. Oké. Okay. Oké. Okay. Knight Sword. Ez olyasmi, mint a Victory Sword. Úgy lehet megszerezni, hogyha megkeressük. Megkeressük ezt a Mountain Moon Spell nevezetű pályán, ami az új pálya. Knight Sword. Ez egy átkozott fegyver. És tud lopni HP-t. Na jó, ez tetszik. Ez nekem nagyon tetszik. Ez a Knight Sword. Jesus. És a Knight Swordot úgy lehet evolvolni, hogyha lesz mellé egy fullosan upgrade-elt Stone Mask, ugye, ami a Stone Mask ugye azt csinálja, hogy a coinjaid még többet érnek. Szerencsére a Stone Masknak nincs sok szintje, de gyorsan meg el lehet érni a maxosan upgrade-elt Knight Swordot. És ha van egy Knight Swordod, egy fullosan upgrade-elt Knight Swordod, és egy Stone Maskod, akkor meg lehet szerezni a Muramasát, amivel már kritelhetsz is, és lesznek combo finisherek, és hát ez is ugye HP-t szív, ez amúgy nagyon jónak tűnik ez a kardos dolog. Én tudjátok, hogy szeretek kardozni, kíváncsi vagyok, hogy ez milyen lesz. Minél több ellenséget ölsz meg, annál többet hílel. Tehát ez is egy ilyen hílelős buildben nagyon király lesz. Itt már láttunk az elején egy olyat, ami jó. Tehát a Silver Wind, mármint a Festive Winds, az így nagyon jó lesz majd a muramasás build mellé. És jön az utolsó item, a 108 bocce, amiről itt amúgy írtak. Azt mondták, hogy nincsen evolve-ja, de hát ugye sosem mondjuk, hogy soha, tehát lehet, hogy majd lesz. A 108 bocce nevezetű item fegyvert úgy lehet evolve-olni, hogyha McCoy-Onival 15 percig túlélünk, és ez a fegyver olyan lesz, hogy... Uh-huh. Jelenleg csak 8, és a damage-ünkre 6, a körzés a láng közti különbség. Uh-huh. Milyen golyózás? Miért jó ez a golyózás? Nem scale-el az amount-tal. Ez nem tudom micsoda, srácok. Nem tudom, mi ez a 108 bocce, de van ilyen is. Kaptunk 6 új muzsikát, úgyhogy majd ezeket fogjuk hallgatni a mai stream alatt, és jöhetnek a karakterek, tehát, hogy még nincs vége. Még mindig nincs vége. Karakterek. Myung Moonspell, akit úgy lehet feloldani, hogyha megkeressük a koporsóját, a Mountain Moonspell-em, és ő kezd a Silver Wind-el. A Silver Wind az ő lenne egyébként. Ez a szellő. Tehát ez a karakter, a Myung Moonspell, ezzel a szellővel fog kezdeni. És ő olyan, hogy megduplázza a healing source-okból származó feltöltését, regenerálódását, és hogyha overheal-elődik, tehát túl healeli a max HP-jánál magát, akkor
ezzel megnő egyébként a max HP-ja is. Tehát, hogy meg tudja növelni a max HP-ját ez a karakter az overheal-lel. Ez amúgy érdekesnek tűnik így tényleg. Tehát muramas a hagyma, és ez a szeles fegyver, ez nem tudom mennyi HP-t tud ennek a karakternek adni, de eléggé betegnek tűnik most így elsőre. Igen, szóval, igen, ő a Miang Moonspell, koporsóból kell állokkolni. Na most figyeljetek, mert most ez most itt nagyon komplexnek tűnhet, mert egyik karakter kell majd a másiknak a megszerzéséhez, a másiknak a harmadik megszerzéséhez, a harmadik a negyedik megszerzéséhez, a második az ötödik megszerzéséhez, a harmadik a hetedik megszerzéséhez, és így nem fogjátok tudni követni, hogy ez pontosan hogy van, de a lényeg, ezek a karakterek összefüggnek, és nagyjából így vannak sorba, ahogy itt összeszedte a szerző. A Menya Moonspell, tehát a Miang következő része, karaktere, a következő karakter az úgy szerezhető meg, hogyha evolvoljuk a Silverwindet. A Silverwind evolválásához ugye kell a fullosan upgrade-elt Pumarola. Tehát, hogyha a Silverwind és fullosan upgrade-elt Pumarola kiadja a Festive Winds-et, akkor azzal megkapjuk a Menyát. Na, és ugye a Menya, ő az a karakter, aki a Four Season-nel kezd. A Four Season pedig már ugye a robbantós build. Remélem, hogy követhető, hogyha nem követhető, akkor a VOD-ban nézzétek meg újra párszor, úgy talán világos lesz a dolog. Tehát az első karakter az a Miang Moonspell, ő a szeles build elkezd. Amit, hogyha evolvolunk, akkor megkapjuk a Menya Moonspellt, aki már a robbanós build-el kezd, úgymond. És ő át tud alakulni, tehát neki az a különlegessége, Menyának, neki, hogy át tud alakulni olyanná, aki erősebb lesz, és halhatatlanabb egy limitált ideig, miután megöl egy csomó ellenséget. Átalakul Menya, ő, megaló Menyává, aki pedig ő. Remélem, még mindig követheti a dolog, mert hogy megaló Menya Moonspell, a karakter, akivé átalakul az előbb Menya Moonspell, ő úgy szerezhető meg, hogyha Menyával, tehát vele, megölünk 100 000 enemit egyetlen rán alatt. És a megaló Menya Moonspell, tehát ő már a 108 bocéval kezdődik. Tehát ő ezzel a fegyverrel kezd, ezekkel a barna buborékokkal, amire ugye hat a körzés a láb közti különbség, mármint a damage-ére. Oké. Tehát ez volt a megaló Menya. A Menya és a Miang. Jó. Már most komplex a dolog. Jó, tehát ők voltak a Miang, Menya és a megaló Menya. Tehát ez 3 a 8-ból. Itt van Suto Moonspell, aki úgy szerezhető meg, hogyha a Four Seasons-t unlockoljuk. A Four Seasons-t úgy unlockoljuk, hogyha Menyával játszunk, mármint ha Menyával ugye megszerezzük, mert ugye Menyával kell játszani 15 percet, hogy meglegyen a Four Season-ünk. Na, és a Four Season úgy upgrade-elődik, mert a Four Season úgy evolvolódik, hogyha ugye meg lesz a Spinach, a fullosan upgrade-elt Spinach, és a Candelabrador, meg a Four Season, és hogyha evolvolod, akkor egyrészt megkapod a Godai Shuffle-t, egyrészt megkapod a Godai Shuffle-t, és megkapod a Suto Moonspell-t is. Tehát a Suto Moonspell-t, őt. Megkapod őt. És ő már ezzel a teljes képernyős AOE build-el kezd, a Summon Knight-tal ezzel. Ő már ezzel kezd. Igen, és lesz rejtett Knight Sword-ja is. A rejtett az ugye azt jelenti, hogy olyan fegyver, ami nem jelenik meg a fegyverszlotoknál, de
rendelkezik azzal a képességgel. Magas körstattal kezd, és átalakulhat a karakter, hogyha evolvolod a Summon Knight-ot. Tehát elkezdesz játszani a Suto Moonspell-lel, evolvolod a Summon Knight-ot, amihez ugye kell egy fullosan upgrade-elt duplikátor, átalakul Echo Knight-ra, és a karaktered is átalakul Megalo Suto-ra. És ezt a karaktert egyébként, a Megalo Suto-t úgy lehet állokkolni, tehát így néz ki a Suto, a Megalo Suto pedig így, őt pedig úgy lehet állokkolni, hogyha a Suto-val megölsz 100 000 enemit. Tehát ugye itt azt látjátok, hogy elkezdesz játszani egy karakterrel, és evolvolódik menet közben. Na, és hogyha ugye megöltünk 100 000 enemit Suto-val, akkor meg lesz a Megalo Suto, mint játszható karakter, tehát már azzal is el tudod kezdeni a ránt, és ő már a Night Sword-dal fog kezdeni, ami megint egy újabb fegyver. Ő kezd, srácok, a karddal. Ő kezd a karddal, a Megalo Suto Moonspell. Ő kezd a karddal, aminek van a Muramasa evolve-ja. Kegyetlen. Kegyetlen mi? És ő az, aki Might-ot kap minden egyes szintér. Bizony. Hatodik karakter. Babi Onna. Na. Ő itt a Babi Onna. Babi Onna úgy szerezhető meg, hogyha evolvold a Summon Knight-ot, a Summon Knight evolve pedig ugye a Suto Moonspell lehet meg elsőnek, amihez egyébként kell a fullos duplikátor. Tehát Summon Knight plusz fullos duplikátor eredményezi a... Mit eredményez? Az Echo Knight-ot, az a Summon Knight-nak az evolve-ja, illetve az Echo Knight mellett még megkapjátok a Babi Onnát. A Babi Onnát is meg lehet szerezni, mint karaktert. Na, hát ő a Mirage Robe-bal kezd, amit itt most nem is láttam. Ja, de ott van. A Mirage Robe-bal kezd, a Mirage Robe pedig a projectile-os build, a kivetüléses build, ami ugye lemásolja önnön magadat, és fagyaszt, illetve a fagyasztásaid robbannak. Tehát, hogy a Babi Onna ezt tudja, és 10 extra rerollal kezd, valamint nincsenek weapon CD-k, hanem így bizonyos intervallumonként lő a fegyveret, hogyha mozogsz. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez hogy fog majd kinézni. Tehát, hogy mennyire lesznek durvák ezzel a Babi Onnával a fegyverek, mert amúgy az, hogy nincsen weapon CD, az elég brutál, gyakorlatilag minden bietbe, hogyha elkezdted csökkenteni a CD-t, akkor el tudtad törni a ránt, és végig tudtál menni. Jó. Na, menjünk tovább. McCoy Oni. Hogy lehet megszerezni a McCoy Onit? Evolvolnod kell a Mirage Robot. A Mirage Robot úgy lehet megszerezni, hogyha megszerzed a Babi Onnát. Nézzük a Mirage Robe-nak az evolve-ját, hogy az hogy van. Mirage Robe evolve-ja úgy jön, hogyha fullosan upgrade-elt attraktorbot teszel mellé, és akkor úgy meg lesz a Yodora. Meg lesz a Yodora, amitől elkezdenek mozogni a rólad másolt példányok, és az ellenfelek őket támadják meg. Emellett az item mellett, az evolve-olt Mirage Robe mellett megkapod a McCoy Onit is. Ami a 108 bocce nevezetű itemmel kezd, ami ugye ez a 8 labda, ami pörög körülötted. És erre hat ugye a körzés a lágközti különbség. Ennek a McCoy Oninak az a különlegessége egyébként, aki így néz ki, hogy neki néha-néha megnő a területi statja, tehát nagyobb területre nagyobb lesz a területi támadása. Igazából ennyi. Na, most jön, srácok, az utolsó karakter a 8-ból, a 8-dik, ő úgy szerezhető meg, Gavet Oni, hogyha lemegyünk Mountain Moonspell-nek
a déli részére, ahol víz van, és ott meg kell ölnöd 6000 kappát. Ha megöltél 6000 kappát, ami nem tudom, hogy hogy néz ki, akkor megszerzed őt, ezt a karaktert. Gav et Onit. És ő kezd a buborékos fegyverrel. A Millebolle Blue-val. Ott van. Ugye ez. Ez így néz ki. És ennek az evolvja pedig így néz ki. Ugye az a Buró Blue. Buró Bolle. És 20 szintenként kap egy plusz projektált. Na, hát srácok! Remélem, hogy sikerült összefoglalnom az újdonságokat, amik így jöttek a DLC-vel. Most pedig meg fogjuk nézni, hogy milyen a DLC maga. Ha valamit kihagytam, nyugodtan szóljatok, javítsatok ki, hogyha hülyességet mondtam. Belekezdünk a játékba. Returned. Nagyon szépen köszönöm közben Sofia 17 hónap támogatásodat. Srácok, peregjenek a szvegek, hogyha még nem peregettétek volna. Nagyon szépen köszönöm our modest a fellowship expands. 20. ajándékodat Sofi Attilának. Köszi szépen, hogy ezzel az 55. hónapját lehetővé tetted. Köszi szépen az 55 hónapot Aquilának. Nagyon szépen köszönöm Sodró az 54 hónapot. Köszi szépen a támogatásodat. Illetve Cube Hunter, köszi szépen neked is a 100-as sírt, és Vita hello, hosszú. Hello. Ja, hogy Vita, köszi szépen neked is a 100-as sírt. Srácok, peregjenek a szvegek Sofinak és Sodrónak, meg persze Aquilának is. Köszi szépen, srácok, a támogatásaitokat. Most már mehet a menet. Üdv mindenkinek. Haló, haló, sziasztok! Az is tud egyébként szveget pergetni, igaz, Jolóval, aki nem feliratkozott vadász. Egy pont, kettő pont, 117. Ott van. Mountain Moonspell, ott van, oké. Okay. Oké. Okay. Na, akkor mi az első, amit érdemes lenne megszereznünk? A Gavetoni. Például a Gavetoni az tök király lenne, illetve kéne egy koporsó. Miang Moonspellhez hol lehet a koporsó? Ha ti tudjátok, nyugodtan írjátok meg, és akkor arra megyünk. Azt mondja, hogy hozzuk a Sigmát. És megy a Mountain Moonspell. Ott van, ott van. Igen. Csak úgy, hogy betesszük az új zenéket. Hát biztos, hogy nem az Extinguish the Flame-mel megyünk, hanem helyette a Legacy of Moonspell-el. Kérdőjel jelöli a mapon. Zsír, köszi szépen, Pixel Enter. Mutatni fogja. Zsír, köszi szépen, srácok. Jaj. Amúgy már most tetszik a muzsikája. Annyit még azért állítok gyorsan, hogy... Azt a max weapont, azt nem lehet... Limit Break, Arcana, tökéletes. Hát szóljon! Na, hát gyorsan választunk is neki valamit. Mehet a critical.
És akkor megyünk délnek. Jóé. Mit is kell amúgy szerezni ennek a karakternek, hogy evolvolni tudjon? Egyébként. Egy pillanat, srácok. A toronnak kell hozzá, nem? Jaja, a toronnak kell hozzá. Jó. Na nézzük. Rollolunk még egyet. Aha, Victory Sword jó lesz. És akkor... mit választunk még neki? Ez volt a 16-os. Hát... legyen a 9-es neki? Armort is rakjunk rá? Legyen. Meg tudjuk nézni a menübe a Grimoire miatt? Jogos, teljesen jogos. Aha. Oh, és ott a Muramasa már alapból a térképen. Lemegyünk délre, megöljük a kapát, mit szóltok? Miért az a traktor egyébként? Üdv mindenkinek, srácok, sziasztok! Úgy már ott vannak benne az új fegyverek. De jó. Ja, mit választottam ki? Valami hülyeséget választottunk ki, nem? Na mindegy, meg se tudom nézni. Nem tudom, mit választottam ki. Rollolni akartam amúgy. Nem ezen fog múlni. Na, jó helyen vagyunk. Szerintem ők lesznek a kappák. Ha engem kérdeztek, ők lesznek a kappák. Bizony, pereg az Empire of Survival, srácok. Jó, a traktor. Ugye a fegyvert lenne jó húzni. Jó, sok enemy van amúgy, ezt meg kell hagyni, srácok. Azt nézem, hogy le van-e rakva való a könyv. Nincs. Úgyhogy jöhet a könyv. Na, esett egy láda. Ez ezen olyan, mint egy Final Fantasy boss fight, komolyan? Nekem nagyon tetszik. Nagyon tetszett. Már a menübe ez a muzsika. Aha, jöhet még egy könyv. Amúgy a Candelabradort is, azt is arra is teszünk. Még húzzuk azt a Victory Swordot. Hát itt időzünk egy kicsit, ugye, hogy meglegyenek a kappa kijeink. Az XP.
Persze kell az M-kitóm. Hát hogyha 6000 kappát kell megölni, nem tudom, hogy lesz meg, mert innen nem nagyon akar jönni semmi. Hát lehet, hogy csak jobban kell mozogni. Ja, akartam amúgy mondani, hogy akik tegnap kértek Discord bérletet, azok közül majdnem mindenkinek tudtam adni bérletet. Vili, neked visszaadtam azt az 50.000 pontot is, mert, vagy mennyit? 40.000 pontot is, mert te háromszor is kiváltottad. Illetve azt hiszem Xami, talán Xaminak nem tudtam adni bérletet, mert hogy ő nem tudom mit írt be. Úgyhogy most már rálátok az összes szobára. Ha jött még a Candelabrador. Nagyon, hogy is mondjam, izgat, hogy azt a muramasát azt úgy fel tudjuk-e venni így plusz egy fegyvernek. A koronát már jó lenne megszerezni, csak hogy feljebb húzzuk a körszt és hogy még többen nem itt tudjunk ölni. Ugye de nem úgy néz ki, mint hogyha a játék nagyon adnám. De még van két helyünk. Még van két helyünk a toronnának. Az is lehet, hogy még a Scalomaniákat is kirakjuk. Na. Ó, ez itt valami boss, nézzétek csak, kilóg a... Ennek ilyen hosszú nyaka van, és az Istenért se akarja a Victory Sword megcsapkodni. Azért valahogy meghalt. Na, 8-as Victory Sword. Ez már ilyen fénycsugarat is lövel ki magából. Na, nézzük. Aha, ebben is Victory Sword volt. Jó. Most már maxos az empty foamunk. Lassan a Candelabradorunk is. Vajon miért nincs 16-9-es támogatása a játéknak? Szia, Pertán! Szevasztok, srácok! Ezzel a Victory Sword-dal az a gond, ugye, hogy nem tudunk célozni. Az AI spawn miatt? Remélem, hogyha átdolgozzák a motorját, akkor lesz.
tetszenek ezek a kis macskák. Nézzétek, felhőn érkező cicákok. A Resurrectedben lehetett látni olyan dolgokat, amiket nem kellett volna komolyan. Nem is tudtam. Ja, ugye az armorra akarunk rámenni. És akkor korona az utolsó. Hát azt ugye addig rolloljuk, ameddig nem adja, hát Szigmával vagyunk. Mi a helyzet, Pepe? Ja, a Scalomaniac-en gondolkodtam egyébként. Hát most rollolunk egy kicsit. Ezenból megtehetjük. Ah, ott van. Na, milyen hosszú szavid lesz, Pepe? Szia, ti szevasztok, skacok! Nem is tudtam, hogy van content a Vampire Survivors-ben, mármint hogy új content? Aha, tegnap este jött a DLC, meg az 1.2-es patch is. Lassan 4000 megvolt ennem, minél leszünk. Tízép elkés, sok festékbolt bezárt karácsony, amivel az építőipar is megáll. 21-től január 6-áig nem kell dolgozzak. Hoppácska, tök jó, Pepe. Torona, torona, armor. Na itt meg már valami öreg asszonyok jönnek, vagy nem tudom, milyen kámzsás, hosszú hajó izé. Ez már a ez már a maxos torona. Következő ládában már egy evolvó út is lesz. Kíváncsi vagyok, hogy mikor kezd bedurvulni majd a játék. El kéne menni, hát az a gond, hogy nem tudom. De a 10. percén egy kicsit durvább lett. Az ott micsoda volt, az a nagy darab. Meghaltak. Soul Solution. Ja, ezt már el is felejtettem. Ezt már el is felejtettem, srácok, hogy néha egy kicsit galaxisosak leszünk. Ezt már is felejtettem. Oda nézzetek, mekkora univerzum.
az egész galaxis én vagyok. Micsoda kelgyók. Hát most már van esély legalább erre. Ez most szerintetek 11. perc van, szóval ez egy árkánás láda is lehet, de ugye azoknak már más a színe elvileg. Hát ebben pénz volt, láttátok? Nem volt animáció, ezt így változtatták meg. Hogy ugye nincs animáció a ládánál. Menő volt, ez menőn nézett ki. Ugye azért pénzt kaptunk, mert már nem kaphatok upgrade-et, mert minden megvan. Hoppá! Na, ő úgy néz ki, mint egy boss amúgy. Boss? Hát igen, az biztos, de úgy néz ki, mint az egyik karakter. Azt írták, hogy jövő év elején jön a DLC, a telós verzióban. De dátumot nem adtak. Ez az univerzummá válás, galaxivává válás, ez amúgy tetszik. Ebből van mobil verzió, aha. Két hete volt a Game Awards? Egy hete? Egy hete volt a Game Awards. Egy hete jelentették be. Épp akartam kérdezni, hogy a telósat nyomod? Dehogy nem, nem. Nem, nem. Bár lehet, hogy majd abból is kéne csinálni egy streamet. Szombaton? Nem szombaton volt a Game Awards. Pénteken. Péntek hajnalban, nem? Nincsen szinkronizáció a Steam-es és a telós Vampire Survival között, sajnos. Pedig az úgy lenne király, szerintem. Na mit raktunk ki, meg tudjuk nézni? Iron Blue Wheel, hát ugye ez nem is működik. HP Recover. Reroll. Azt kéne kirakni, ahol a fegyverekről van szó. Azt az árkánát, ami a hiányzó fegyverekről beszél. Ha ez lesz az. Might? Ez lesz az. A Silent Old Sanctuary. Ja, én is fent voltam nézni a Game Awards-ot. Kíváncsi voltam, hogy milyen. Ez volt az első Game Awards, amit néztem. Úgy, hogy élőben, meg hogy úgy egyáltalán néztem. Én már az után 1-ből 14 évvel játszott, nem tudom mennyi van benne, de 60%-ra tudni kivittem. Az szép! Ja, Ernival meg Coolerzel néztük a dolgokat. Ők voltak fönn Discordon. Nekem ez az ötlet amúgy random jött, mert hogy csütörtök este amúgy is sokáig szoktam fönt lenni a hosszú napom miatt. Úgyhogy mondom, azt a fél egy órát már igazán megvárom. Mi ez? Ezt a karakterem csinálja. Kicsit galaxis leszek. Ezt a karakterem csinálja.
Én nem nagyon farmoltam goldot, tehát nekem nem nagyon voltak ilyen afkos gold farmos köreim. De amúgy ez valószínűleg egy fekete lyuk, Andris. Csak olyan, mintha az univerzum így megnyílna. Ez a Sigma nevezetű karakter, ő csinálja. Ez egyetlen egy fegyver, ami nálam van. Tehát így villogunk, és az evolve-ja az, ami ezt a robbanást idézi elő. Hát elég erős. Ilyenkor sértetetlen amúgy a karakter, de nem tud semmit se fölvenni. Most ugye azért vagyunk itt délen, mert kappákat akarunk ölni 6000-re, de nem tudjuk, hogy ki az a kappa, de ő állokolja az egyik új karaktert. Mivel a galaxis közepe egy baromi nagy fekete lyuk, ezért mindkettő igaz. Ó, ezt nem tudtam. Csak úgy jön az XP, nagyon tetszik. 30 000 enemy-nél tartunk. Hát ebben már biztos, hogy van pár kappa. Nem krappa. Na, mit lehetne még kirakni? Nagyobb area? Az nem. Kirakjuk azt, amitől... van esélyünk körzre. Egy pillanat, nem tudom, hogy most az melyik lehet. Ez lesz az, a Wicked Season. Ha valaki van itt, aki játszik telón a Non-Red Reaper-t, hogy lehet megszerezni, mert ugye ott fel... Ott kell a fellenyílés Enter gomb. Ja? Én nem tudom, hogy ezeket... Gondolom kóddal lehet őket megszerezni, nem? Azt kell megnézni, hogy konzolon hogy lehet megszerezni. A kappa ilyen japán vízidémon, leginkább egy teknős emberre hasonlít, úgy láttam párat már elintéztél. Aha, tehát akkor ők, akik a vízből kijönnek. Jaja, akkor ők a kappák. Wow, Elfix, nagyon szépen köszönöm a támogatásodat, immáron 5. hónapja. Srácok, eregjenek a szvegek, és köszi szépen, hogy a Prime-ot te is rám használtad el. Szia Vétel, szevasztok, skacok. Twitch integráció? Nem lesz Twitch integráció, az gyakorlatilag egy Twitch integrációs rán az egy óra. Ha mindent meg akarom ma szerezni, akkor szerintem egyrészt nem fogunk tudni, másrészt nem férne bele a Twitch integrációs rán. De amúgy nem hülyeség, néha-néha lesz
arra alkalom, de az nem most. Az még nem most, Spencer. Hogy forladnak el az ellenfelek? Itt ugye az a kihívás, hogy túléljünk a 30. percig. Szegényi, ha én benne vagyok az 1%-ban, a csetelők legjobb 1%-a nézett órában 94. Az kár nézni azokat a százalékokat, az ilyen lélek simogató az embereknek, de amúgy olyan hülye az a szám amúgy. Akinek nagyon kicsi a százalék, az maradjon abban a hitben, hogy az nagyon jó. Akinek meg nem 1% van, annak meg azt mondom, hogy hülye a százalék. Ezt tegnap kibeszéltük. Na, 46 000-nél járunk, az a gond, hogy ebben nem tudom, hogy mennyi kappánk van, mert hogy itt nem tudjuk megnézni a bestiáriumot. Hogyha meg lehetne nézni, akkor én tovább mennék szívesen. Bár azt mondtam nektek, hogy a 25. percnél fölmegyünk a koporsóhoz. Úristen, very big pénzek. És egy candy box. Nyitottunk egy candy boxot. Hát rögtön egy jubili. A jubili. Azért tetszik a jubili, mert az így spónolja a földi tárgyakat. Persze, adjad a jubilit. Csillog, villog minden, srácok! Most nagyon történnek a dolgok. Nagyon hányjuk, srácok, a tüzet is. Mi van? Ez azt jelenti, hogy meglett a kappa? Srácok, én el lettem teleportálva szerint. Ja nem, itt jó helyen vagyok. Bár már nem látom, hogy mi van. De szerintem meglett a kappa. Szerintem ez az a hang volt, ha engem kérdeztek. Megyünk fel a izére. Jézusom. Megyünk fel, srácok, a koporsóhoz. Epilepsziások előnyben, igen, ennél a játéknál, igen, igen. Ó, top 3 vagy nálam. Na, tök menő, Ati. 460 órát néztél, de durva. A balethelek ehhez képest letisztult gémek. Hát igen. Jó, akkor ez valószínűleg nem az a hang volt. Ugye itt lesz a koporsó. Csináljuk a pénzt, nem a pénz csinál minket. Jó, oda valahogy be kell jutni. Nem tudom, hogy hol a bejárat, srácok, az a gond. Nem látom. Ja, ott.
Queen Sigma kinyitotta ezt a koporsót, de a vámpír egy másik koporsóban van. A negyedik vagyok? Yay! Yay! Nice, fiafua. Ott van Myung Moonspell, az első DLC-s karakterem. Most megyünk vissza a kappákhoz, jó? Ja, ez a másik koporsóban van a vámpír, ez valószínűleg a kastélyos referencia a Mario-nál, igen. Én azt látom, hogy mindenki meg van fagyva, és leokádom őket a tüzemmel. Oké. Kicsit megijedtem ettől a hangtól. Én látok-e? Nem. De megpróbálok kijutni. Á, ez a kijárat, oké. Nem tudom mi volt ez, de itt már valami jeges lények jönnek, csak mondom. Ez egy elég OP build, ezzel a két fegyverrel, csak mondom. Abba különleges amúgy ez a pálya, hogy ez egy fix pálya, és nem random. Szia, Zolcsi! Na, ide jöttem a kappákhoz. A fura hang, amit most hallottál, az az Orochi boss volt, egy sok fejű sárkány, és nagy danger van amúgy, engem majdnem megölt. Hát mi meg nem láttuk, bakker. Na de majd az új karakterre már lehet, hogy látni fogjuk. De ki lehet állni a stégre már, hogyha látjátok, hogy amúgy a stégen állunk. Szevasz, Milán! Szia, szép napot, két percen néznek, de engem valami rossz anime utolsó nagyon nagyot szóló ütés jön ilyen három epizódos, azt mondan? Hát ez túl OP, srácok. Ezzel a build-el nem lehet megnézni ezt a DLC-t. De legalább szereztünk két új karaktert. De a stégen állunk, csak mondom. Ez már kipipálom magamnál, hogy megvan a... Szerintem megvan a 6000 kappás karakter, és megvan a Myung Moonspell is. Én is Sigmával jöttem ide, utána másikkal is meg kellett csinálni, mert nem láttam semmit. 28. perc, most kapjuk a legtöbb, már pontosabban a 29. perc, most kapjuk a legtöbb XP-t. Ez a Jubilee, szerintem ez a Jubilee volt az, ami igazán eltörte a játékot. Yeah.
Jubilee ez nagyon kegyetlen. Százezer, jó, ahogy látom a 100 000 enemy megölését azt össze lehet amúgy hozni. Az nem nehéz ezen a pályán. Már ha persze ilyen körző szinten nyomulunk. Azt nézzétek, hogy jönnek az XP-k. 436-os vagyok. A stégre azért árunk ki, hogy jöjjenek a kapnák. Amúgy elvileg itt egy csomó láda. Elvileg. De lehet, hogy csak halucinálom. Én most már nem tudom, mi van. 510-es szint. 535. Az a helyzet, mindjárt jön a halál meg inasba rak minket. Nem jön a halál? Ja, a halál lefagyott. Noob halál. Hát... jó lenne, hogyha inasba raknál minket halál, tesó. Halál bro. Nézzek, és lefagyott, inkább lefagyott. Hát akkor, mivel a kapák már nem jönnek, elmegyünk, srácok. Erre-arra. Ott a halál. Lehet, hogy meg kell válni halál egyet, meg halál kettőt. Tudom amúgy, hogy ki lehetne lépni igazából a játékból, de úgy lenne stílusos, hogyha megölnének most minket. Még a Guardiant is lehívtam, srácok. Jaja, az elemik már eltűntek, most már csak boss van. Jó, most meg tudnak ölni. Na, mi van? Itt táncolnak rajtam. Mennyi HP van? 569. Miért nem ölnek meg? Megállok itt egy helyben. Az a durva, hogy rám spónolnak ugye a fagyasztók. És nem tudnak megölni. Most is lefagytak. Az a gond, hogy megölni nem fogjuk tudni őket, mert iszonyatosan sok HP-juk van. Na most meg lehetne. Na, de most miért nem halunk? Na végre. És most nem fogunk revive-olni, mert végre meghaltunk. Ott írja is, hogy meglett a Myung, illetve a Hyper Mountain Moon Spell. Hú, na. Orochimaru. Megöltük Orochimarut. A kappa? Nem lett meg a 6000 kappa kill? Na, nem is akartam legyőzni a halált. Szóval ott van, srácok, Myung Moon Spell. És állokkoltuk. Mit állókoltunk még? A Hyper? Ja, a Hyper módot a Mountain Moon Spellből. Megnézzük a bestiáriumot. Hogy állunk a kappákkal. Ha esetleg látja, amúgy nem lehet így gyorsabban menni. Galaxi állapotban sérthetetlen vagy? Aha. Na, szerintem lassan jönnek. Papa. 4744. Akkor még mennünk kell lefele, srácok.
De ezt már lehet csinálni az új karakterrel. Tehát kettő achievement megvan. És itt van, hogy miket kell még megcsinálni. Még van 15 acsi. Még van itt 15 acsi. Jó, hát akkor mehet Miang Moonspell. És vele hány fegyverrel akarunk játszani? Igazából jöhet a Pumarola hozzá. Szevasz, buba. Most mi van? Na végre. Jó. Miang Moonspell. Igen, és benyomjuk a Hőri módot, mert most már van. A Hőri. Gyakorlatilag a hörcsög. Hörcsög mód. Hiper. És új zenét tegyünk már be. Azt mondja, hogy ez új zene. Jó, akkor ez mehet. Így. Nem, így, igen. Jó. Ugye Miang Moonspell sokkal jobban healelődik, és minden overhealnél növelődik a max HP-ja. Igazából hozhatnám három fegyverrel is. Három fegyverrel azért, hogy azt a Jubilee lehetne a harmadik nála. Ha persze sikerül összehozni. Na nézzük. Na nézzük, milyen arkánák hatnak a fegyverére. Itt van például, hogy a projektálok explosion-t generálnak, hogyha lejárnak, és az explosion damage-re hat a curse. És fontos információ, hogy ennél a fegyvernél az evolve a Pumarola. Tehát azért gondoltam a hagymára. Na, hát ezt a híleset amúgy már most ki lehetne rakni. Ugye a HP visszaállítás damage-eli a közelbe levő ellenfeleket, ez jöhet. Tehát a 6-os szerintem egy jó pick. Megyünk le a kappákhoz megint. Milyen kedves, rögtön megy egyben is a Firebandra. Meg lehet venni a Jubilee-t? Nem. Jó, hát megpróbáljuk kiszedni. A Pumarola kell. Egy fullosan upgrade-edelt Pumarolával evolvol ez a mostani fegyver. Ő mindenkinek, srácok. Hali-hali. Úgy mozognak amúgy ezek a projektálok, hogy amerre megyünk, arra lövelnek. Én úgy érzem, hogy ide kell az attraktor. Amúgy. Wow, Flames of Mispelt megkaptuk. Köszi, Arci Robni, köszi szépen. Nyomjuk majd a Muromasával, Sensei. Mindenféleképp nyomjuk majd. Túlszakrózni is lehetne igazából, igen. Jó. 400 pénz, meg Pumarol upgrade. Ó, Jubilee! Menj már!
tök jó, megkaptuk a Jubilit. És akkor kell még egy hagyma nekünk. Hát ez megint valami broken run lesz, de nem annyira broken, mint az előző, mert nincs itt a Victory Sword. Lehet a Candelabrador, igen. Egy korzett tempót vadászok, mert az 550-es kevesebb az kevés az RTX-hez. Hát igen. Pont azt néztük, hogy több mint 350 wattot vett fel a 3080 Ti-om a Witcher közben, miközben maxosan pörgette a Witcher. Ez kemény volt látni. Igazából jelent a Toronna, a több enemi miatt. Bár lehet, hogy most nem kéne. Nem erőltetjük a Toronnát. Kéne a hagyma. Nem tudom, hogy például a könyv az mennyire hat ezekre, erre a szélre. Amúgy menjünk már lejjebb. Egy attraktor. Jó, ha meg lesz az attraktor, akkor lemegyünk. Mindenféleképp. Láttátok... Azt hiszem a Poe, az öreg úr a Vampire Survivors-ben. Láttátok a Poe-s hagymás mémet? Amikor... Hát nem akarok gusztustalankodni. Szóval Poe-nak, az öreg úrnak, a botos öreg úrnak oda tették a hagymát egy bizonyos helyre, és úgy néz ki, mint egy bizonyos dolog. Na, és akkor így nem gusztustalankodtam. Szóval egy óránként kb. 40 forintba kerül a Witcher. Ezt így még nem számoltam ki, tökkel szevasz. Jó, majd úgyis lesz mágnesünk. Szóval nektek, hogy úgyis lesz mágnesünk. Meg kéne mutatnom a pálya többi részét is egyébként, nem csak ezt a délit, de hát az egyszer, hogy meg kell szerezni az új karaktert. Ha az meg lesz, akkor már mozoghatunk másfele is. Szia, Nicike, szevasztok, srácok. Az új karakter fegyver jött be, hát nem úgy tűnik. 13 fegyver, 8 új karakter. Na, ott jönnek a kappák. Uha. 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 Inasba leszünk rakva? El kell húzni azt a hagymát. Lehetne új karakter régi fegyverrel is.
micsoda. Ezt most nem értem. Ezt most annyira nem értem. Miért hoznál be DLC-s karaktert, nem DLC-s fegyverrel? Most annyira nem világos számomra. Gyertek, pappák! Oh, ott az attraktor. Az északi pályarész érdekesebb lesz? Na, majd megyünk oda. Van endless mód, nem? Predrog. Ja, nem is Predrog írt, hanem portyázó. Miért van ugyanolyan hosszúságú nevetek és ugyanolyan színetek? Bocsi, portyázó. Meg voltam győződő, hogy Predrog írtam. Hát az új karakternek kivelted a régi fegyvereket is. Fog, hagyma, hát kiesett egy szemem, mikor ezt megláttam, szemelsz. Na jönnek a repülő cicákok, mármint nem repülő cicákok, hanem mi az, felhőn a cicákok. Nagyjából még 1200 kappát kell megölnünk egyébként. Amúgy hülye vagyok, azért nem kaptunk a 11. percnél árkánás ládát, mert Sigma nem kap árkánás ládákat. A Jubilee-nek van evolvja, skacok? Ha van, akkor mi kell? Mi kell az evolvjához? Amúgy meg tudjuk nézni, azt mondtátok. Jubilee. Nincs evolvja? Ha. Én azt hittem, van evolvja. Nincs evolvja a Jubilee-nek. Nincs neki. Szegény. Szegény Jubilee. Húlosan evolvott Pumarról át még össze kéne hoznunk. Hát ez ilyen harci ropi, tudod, mindenkinek a személyes tapasztalat az, ami így oda tesz egy márkánál. A Modest Fellowship expands. Praise the sun. Köszi szépen az ajándékot. Zolcsinak, köszi szépen, hogy ezzel a 6. hónapját lehetővé tetted. Köszi, köszi. Peregjenek, srácok, a szvegek. Szem az Istong. Mi a helyzet, Istong? Nyomod a Mr. Beast-es eventet? Nyomjátok, srácok, a Mr. Beast-es eventet majd a Fortiba? Megnyeritek az 1 millió dollárt? Nekem FSP-k vannak a gépemben. Gyakorlatilag más nem is volt eddig. Amikor kérdeztem haverokat, hogy miért javasolnak, FSP volt, azóta nem is volt másmilyen táp a gépemben.
Igaz, hogy kettő már meghalt 10 év alatt, de az egyik az 8 éves volt, a másik pedig, hát a másik is valahogy. Nem, a másik az meg 5. De úgy volt, hogy mindkettő gép az így 24/7 ment. Most már szerencsére olyan tápokat veszek, amikre 10 év gari van, tehát hogy... Oké, abba lesz majd. Very big! Hát ott az Evolve rögtön. Fesztivális szelek. A fesztivális szelek azt csinálják, hogy gyengítik az ellenfél védelmét, és erősebb, mint a sima szél. Hát a 70 ezer pontot aztán ennyi volt. 70 ezer pont. Jaj, mennyit kell csinálni? Minél többet, nem? Most tudom. Nincs idő, kódba dupla XP van, hiába tökéletlen sok sebből vérzik, most tetszik nekem a legjobban a kamogány. Nem tudom, nekem amúgy én szeretem a változást, tehát nekem például tetszik, hogy máshogy kell szedni a skineket, de hát most ezt úgy mondom amúgy, hogy jóval kevesebbet játszok most, mint anno a Modern Warfare, a Vanguard meg a Black Ops ideje alatt. 70 ezerhez van küldi, kapsz háttérképet, az jó van. Ó, oh, köszi! Ben is elünk. Hát mondjuk a fene se tudja. Ez működik a Bracerrel? Nem működik a Bracerrel. Na ott az árkánás, srácok. Ott az árkánás láda, a lila. Ez a Wicked Season, ez jó cucc. Viszont mi a sarabandét akarjuk kivenni. Ez amúgy jó cucc. Ott ez lesz az. Ja, Disc of Gold. Mert a sarabande van most kivéve, minden igaz. Jó. Gold fölvevés, HP-t restaurál. Na ez az, ami kell nekünk. Ha nyitogatom a Fortnite-ba az ajándékdobozokat, tényleg azt akartam kérdezni, hát ha ti tudjátok, mi van akkor, hogyha kiadjuk egy napot a Fortiba a ládanyitásnál, akkor másnap kettő tudok nyitni, vagy akkor az úgy felejtős. Ja, nekem ez a változtatás nem tetszik, ami a Fortiba van, hogy a heti küldetés az arra a hétre szól, nem pedig megcsinálható majd később. Másnap kettőt tudsz. Valaki azt írja, hogy bukó, másnap meg kettőt nyitsz. Na most akkor melyik? Akkor most mi az igazság? Nyomunk egy skippet. Ja, pont azért, mert a Stone Mask az ott van. Fixen kettőt tudsz nyitni, én is kettőt tudtam, amikor kiállítom a másodikat. Akkor jó. Többiek? Ti próbálkoztatok ezzel a ládanyitással? Vagy nem néztétek? Szerintem se vesznek el, rosszul írtam. Akkor... De, jó.
Hát hogyha valami szerintem, nem az érdekelt, hogy szerintetek mi van, hanem az, hogy mi a helyzet, érted? Tehát, hogy ha nem tudsz valamit, akkor miért írod le, hogy ez van, vagy az van? Na mindegy. Na. Most jöhet a Random Always. Azért táncolunk amúgy még mindig itt, mert ott jönnek a kapák a vízbe. 564 HP-n van jelenleg. Ugye ez a karakter, hogyha overheal-eli magát, akkor folyamatosan növeli a max HP-ját. Tehát látjátok, most már 567 HP-ja van, és mindig van egy kis pixel, aminél nem tölti fel a HP-ját. Tehát most már 571-re több és több HP-ja van. Ez a karakter erre képes, növeli a max HP-ját folyamatosan. Elég menő egyébként. Még több benne mi kéne? Kéne nekünk a körz nagyon. Jó, elmegyünk a Guardian fele, mit szóltam. Hogy jöjjön még többen nem én. Tíz perc alatt felidegesített a játék a mobilon. Na hogyhogy? Hogyhogy, Peppa. Aha, köszi szépen amúgy, Fizsenev, társ, hogy rágooglisztál ezek szerint. Bármennyi napot hagysz ki a Winterfest-es eventből, megkapod a jutalmat, köszi szépen. Kicsi a kijelző, hát amúgy, ha kicsi a kijelző, próbáljátok meg azt, hogy elfordítjátok a telefon, mert nem csak álló módban lehet játszani. Ha az segítség. Azt még tudom javasolni. Ja, hát ez nekem se tetszik. Azt szerintem senkinek nem tetszik szemelsz, hogy eddig minden heti küldit meg tudtál csinálni hetekkel később is, most meg csak az aktuálisat tudod. Nem jó, amikor egy játék arra épít, hogy kihagyhatsz dolgokat. Csabi, szevasz! Nekem is tetszik amúgy a Vampire Survivors, hogy van telóra. A cross progression-t az még jó lenne, hogyha megcsinálnák. Én annak amúgy tudnék örülni, illetve hát azért a UI-ra még bőven ráférne egy kis változtatás. Izu Csabi. Na megnézzük. Megnézzük ezt a szordot. Rengeteg minden történt ebben az évben, hát azt elhiszem. Micsoda? Hát ez micsoda, srácok? Hát van itt ilyen barlang is, menj már. Wow.
Wow! Mi a véleménye a szezonos bugokra a Fortiban? Vannak bugok? Amit, hogy milyen bugokra gondolsz? Wow! Na, itt van valahol elvileg a kard. Valahol erre. 741 HP-n van közben. Jaj. Ott a kard. Mit csinál az a csontvázott? Veszélyes átkozott fegyver. Jézusom, mi ez a sok ennemi srácok? Hát meghalunk. Jézusom! Mi ez a csontváz itt? Nagyon akar... Szerintem nagyon vágtuk a csontit. Base damage up, oké. Hogy is lehet őt upgrade-elni? Stone Mask-kal upgrade-elődik. Oké, akkor fel kell venni a Stone Mask-ot is. Mondjuk nem tudom, hogy hogy kell oda eljutni. Elvileg itt van jobbra tőlem. Itt egy láda, ezt felveszünk gyorsan. Jó. Na ugye egy karaktert már fixen szereztünk. Tetszik az, hogy így be lehet járni a pályát, mert hogy itt tényleg ez egy fix pálya, fel lehet fedezni. Az eddigi pályák azok nem ilyenek voltak a Vampire Survivors-ban. Átdob a térképen 600-800 méterre és instanok, nem lehet reloadolni a fegyvert. Nem hallottam ilyenre. Nekem ilyen nem volt. Bár én még csak 20-as vagyok. De nekem ilyen bug nem volt. A kapák szerintetek megvannak? Hát én még visszamennék. Csonti. Szevasz, tesztem. De nem tudtál sprintelni, is tudom. Akkor én mázista vagyok. Mondom, hogy nem játszottam annyit. Mit csinál? Támad. Megvadult, srácok, megvadult. Base damage meg area növelés. Amúgy ezt a ládát inkább meg kéne várni, hogy evolve legyen benne. Ja, azt megvárjuk. Már nem kell sok. Stone Mask és a fegyvert kell fejlesztenünk. Üdvét mindenkinek, srácok. Ja, szóval én nagyon örülnék, hogyha a Vampire Survivors-os mentésemet tudnám nyomni telón. A legtöbb játékkal azért nem játszok Switch-en, meg telón, mert hogy ha már megvan a PC-s verzió, akkor én azt a mentésemet folytatnám. De elmegyünk majd a duplikátorért is projálni. Talán amúgy a duplikátor hat ezekre a szeles projectile-okra. Vége az utolsó mintignek is az évben? Hoppácska, Little Mao.
akkor talán még kevesebb lesz a lőr. Ó, ez itt volt valami akadás. Szia, Adam, szevasztok, srácok. Most lesz a hökörés igazán, ja, jó. Láncba. Ott van, Muramasa. A Muramasa ugye annyit tud, hogy tud most már kritelni a sword, és lesznek combo finisherek. Ez azt jelenti, hogy minél több enemit ölünk meg vele, annál erősebb lesz, ha jól értettem. Hogyse, Csabbi, olvasom majd. És azt mondták, hogy ez olyasmi, mint a Victory Sword. Olyasmi lesz érzetre, mint egy Victory Sword. Tehát a Victory Sword és a Night Sword együtt az valami kegyetlen lesz, elvileg. 8 új karakter, 13 új fegyver, egy nagy, nagyon nagy pálya. Na, mit kéne még kiválasztanunk? A pick-up-okat magam kezéssel gyűjt én? Hát, nem is tudom. Explózió. Counterpart. Divine Bloodline. Amount és a Magnet 6. Aha. Damaging Zone. Hát én ezt a bugallót választom. Nagyobb area. Gee, szevasz, mi újság? Jó a zene, ugye? Amúgy lehet, hogy a magam köré gyűjtő Arcanát kellett volna választani. Ja, nem erre kell kimenni. Ja, itt kell kimenni. Nem volt egyértelmű számomra. Azt hittem, hogy több lesz majd a pénz a pályán. Így nincs pénz, nincs nagy heal. Ez szívás. Szia, Ramio! Te ezt az árkánát választottad az elején, pixelentem. Haló? Oké. Okay. Ott valaki meghalt, annyit látok. Hát nem halnak, de én sem. Jó, kijövünk innen. Mennyi HP-nk van? 1038. Na jó, lemegyünk a kappákhoz. Okay.
fentaival. Na, hát elférne igazából. Elférne. Azért megyünk most le, hogy biztosan meglegyen a kappa. Kappa killek. Megmondom őszintén, nem nyert el a tetszésemet ez a build. Ez annyira nem. A 24.000 képből gondolod nem volt meg 2000? Nem, mert 1600 környékén mozdultunk el jobbra. Na ott a 21. perces boss, ő az Orochi Maru. Amúgy Orochi akármit mondtatok. Ez a háromfejű sárkány. Tudni amúgy erről a karakterről. Jó kérdés mi. Jó. Hát kettő új karaktert, ha nem hármat szerintem kapni fogunk. Valami Orochi a neve, azt mondtátok ennek. Azt hiszem Altair írta. Ugye megpuskázom. Orochi boss. Azt mondta, hogy Orochi. Jó. Naruto nekem is nagyon tetszett a Noedem. Na hát most már nem jönnek a közelemben. Azt nem tudom, hogy ez a játék, hogy a falcban nem kapott évi játékadíjat. Amit, hogyha nem leszik, hogy nem nyert valamilyen díjat a Game Awards-on. Hát legalább jelölték. Legalább jelölték. Hát az furcsa, hogy nem lett a legjobban debütáló indie cím. Zsanra teremtő játék, tehát a szakértők ezt máshogy látták. Lassan a 28. perc jön, azt már lehet, hogy nem éljük túl. Ott egy boss jobbra. Már meg sem merek amúgy mozdulni. Ott a boss amúgy, a szellem. Aztán meghaltam úgy a bosszom. Na, meg lett a 102-es szint, de én még mindig aggódok amiatt, hogy a kappák, nincs elég kappánk. Ugye ez olyan kihívás, hogy két fegyóval kevesebben tolod? Hát amúgy három fegyvert állítottam be, de fölvettük a pályáról a
a Muramasát, mármint a Night Swordot, amit evolvoltunk, szóval hát igazából én állítottam be, hogy kevesebb fegyverem legyen. Azokon már nagyon rajtam vannak az enemi. Ennyi HP-t nem regenerálunk, sajnos. Mennyi revive-unk van? Egy. Milyen szekik kéne kibírni. Semmi gond. Legalább a halál ölt minket meg. Hát, 4 dolgot állokoltunk. Állokoltuk a fegyvert, állokoltuk mennyát, evolvoltuk a Night Swordot, ezért kaptunk 50.000 goldot, és megtaláltuk a Night Swordot, ezzel állokoltuk a Night Swordot. Tök jó. Na nézzük. Tehát, ezek szerint a kappakillek még mindig nem lettek meg. Tehát, igen, Silverwind állokkolva. A fesztiválos wind az is állokkolva lett ezek szerint. Hogy állokkolódik a fesztiválos? A fesztiválos úgy állokkolódik. Ja, azt nem is kell állokkolni, azt csak evolvolni kell, akkor jó. Jó. Silverwind menya. Igen. 50.000 gold. Jó. Na, a menyával 100.000 enemit kell legyőzni. Jó. Oké, hát ez nem lesz egyszerű. Ez nem lesz egyszerű. Itt van amúgy, hogy még kell nekünk 11 állok. Ott van. 15 percig túl kell élni menyával. És még milyen feladatunk van menyával? 100.000 enemit kell legyőzni. 100.000 enemi menyával, és 15 percig túl kell élnünk. Jó. Ez a jelenlegi challenge-ünk. És ő a Four Seasons-el kezd. A Four Seasons-höz pedig... Hát ki kell deríteni, hogy ez mennyire erős fegyver. Ő ugye a robbanásos fegyver. Nézzük meg egy fegyverrel, hogy milyen. Kíváncsi vagyok. Ez a nagyon közök, menj a nem könnyű. Oh. Hát akkor ez most lehet, hogy faj lesz így. Nem baj, megnézzük. Na, nézzük, hogy hat-e valami erre a fegyverre. Pedig egyet se láttam. Az jó. Hoppá, ott van. Jó, hát akkor ezzel kezdünk, srácok. A beginning-el. Az előző nem mi volt? Ha még gyorsan kiklippeled, akkor láthatod. Jöre farcolom. Vegyünk innen valamit? Ja, nem tudunk a limit. És mi is kell ehhez? Spinach és Candelabrador. Oké. Okay.
Egy könyv kell. Gyorsabban történjenek ezek a robbanások. Amúgy mindjárt megnézem, szerintem az a neve, hogy Festive Breze. Szóval a neve. Nagyon nehéz szélozni ezzel a... Petya, köszi szépen a 37 hónapot, mi újság? Azt hiszem kell ide a korona. Köszi, köszi a támogatást. Aha, areát lehet növelni. Hát amúgy az kéne. Meg kellett volni ezt a fegyót, nem marad. A könyv. A könyvet még. Meluazerrel? Hát jó melózás itt, Petya. Meg a megfázás. Jézus, jobbulást. Menyusnak jó a zenéje, ugye? Köszi, köszi mindenkinek a szvegtárgetést. Ez többen nem minél majd jobb lesz, srácok, amúgy. Többen nem minél jobban tudjuk őket majd arálni. Jaj, jaj, beszorolhatunk pillanatban. Amúgy lehet az attrak, amúgy ja, az attrak part kellett volna. Nagy táncolásban nem biztos, hogy mindent fel tudunk ugye menni. Hoppá, alakultunk, srácok, megtörtént, bum bum! Most megaló menyus vagyok. Sérthetetlen és sokkal erősebb. 600 enemy kell ehhez ezek szerint. Én azon agyaltam, hogy vajon hogy fogom észrevenni, hogy menyus átalakul. Aha, ez most egy fegyós build, igen, igen. De én választottam, hogy egy legyen. Eddig tartott a sértetetlenség. Jó nagy range van azért a robbanásnak. Ez a zenyatta, de csak azért, mert golyói vannak és örökülésbe ülnem. Ja, megsérthetetlenség az ulti. True. Ja, kell a még nagyobb pick-up range. Nagyon nehéz célozni, igazából ez a karakter azért nehéz. 100 000 enemit hogy ölünk meg ezzel a karakterrel, ugye?
Minimum, hogy egy hegyó van. Tehát... Lehet, hogy körz is kell hozzá. Hopp, szuper menyus. Szuper menyus. Szerintetek se volt ez egy jó döntés? Feljöttünk ide, mert mondom, itt biztos jó lesz. Ja, biztos jól meg is haltunk. Szupermenyusként felfutottunk és jól meghaltunk, srácok. Legyen 2. Legyen 2. Vagy 3? Legyen 3. Jó, na nézzük meg így. Nagyon jó. Üdvöd mindenkinek, srácok. Egy pillanat, puskáznom kell, mert nem emlékszem, hogy a Clock Lens itt lesz az Infinite Corridor. Aha, ez az Infinite Corridor. Ja, ez az Infinite Corridor. Nem tudom, a Victory Swordot azt is tudja hozni bárki, nem? Akkor beniseljük a Rune Tracert, aztán még lesznek úgyis jó fegyverek. Alapból kéne a Song of Mana meg a Biblia. Nincs ilyen, hogy alapból. Minden build valid. Victory Swordot szeretnék ehhez. A Victory Swordhoz pedig kell a korona. Ehhez a Spenót meg a Candelabra dorkám. Ez a fegyóhoz, ami nálunk van. Ugye tudjuk hozni a Victory Swordot. Nem lehet megvenni. Sajtottam. Csak ha beadja a ha. Hát akkor egy olyan RNG kell, hogy a Victory Swordot beadja. Az attraktor is. Egy jó kis torona fejlesztés.
kell a modellabrador. Bevettem a toronát, hát ha így gyorsabban adja be a Victory Swordot. Na hát most 2 percet vártunk, hogy aktiválódjon, ezek szerint 2 percet kell várni. Lehet amúgy a 2 percet függ. Bár azt írták, hogy megölt enemy mennyiség után adja be. És addig ugye sértetetlenek vagyunk. Billy. Wow. Megint sértetetlenek vagyunk. Na, erre majd jó lesz a torona. Még több enemy. Szia, no, kedvé, szevasztok, srácok! Hát legyen a Jubilee. Jó, és még a Jubilee fejlődött. Four season. Én az atrappolb is. Úgy a penta se lenne rossz. De most direkt ilyen limit break elős ránt akarok menni. A Night Sword. Azért választottam amúgy a Jubilee-t, mert sok izé fagyasztásunk lesz vele. Ami elég jó. Kéne még a könyvnek. Srácok, meg ő mindenkinek. Már csak 98 ezer elemét kell megoldnunk a 100 ezerhez. Nem láttam még sajnos Victory Swordot. A boss viszont meghalt. Így maxos lett a Jubilee, aha. Ja, még mindig nincsen. Pedig oda csak a Victory Sword mehet. És nem. Ott is van. Most jó lesz, srácok. Mármint jó kell, hogy legyen.
kéne nagyon az attrappor. Összeszippancsunk mindent. Még több enemy megölésért a Victory Swordot húzom most. Persze, hogy hagyjam. Mindent össze akarunk szippantani, ez így igaz. Na már csak... Már majdnem, hogy csak 96 ezerre nem még hiányzik. Ez egy kemény... nagyon jó. Ez egy kemény build lesz. Ha összejön persze. Itt jönnek a cicákok. Szerencsére kapják a cicákok rendesen. Az helyzet, nem látom már az effekteket. Most az, hogy világít alul, az oké, meg néha ilyen kis robbanások van, de például nem látom a Victory Swordot támadni. Ott az attraktor is. Na jó. Így már kettes attraktorbunk van. Kicsit jobb a szippantás. Kell a maxos szippantás, mert nem tudjuk felvenni. Hát amúgy itt mindegyik tetszik. Hát amúgy a toronára kéne rámenni, mert most már bírjuk a damokat. Relatíván. Mindjárt bekapcsol a 100-as körz. Már az valószínűleg kéne amúgy a Victory Sword is. Na így már jobban tetszik. Szia Jamal! Szevasztok skacok. Így, hogy már ennyi mindent szippantunk, így még jobban tetszik. A 7000 enemy. Ez a sértetetlenség nagyon jó. Ez már az OP gömbös? Nem, ez még a nem az OP gömbös karakter. Ez még az egyel előtte levő. Most már csak úgy tudod kimaxolni a játékot, Jamal, hogyha megveszed a DLC-t. Úgy lesz 100%-os a Steam-en. Értek a fejlesztők, hogy szerették volna külön szedni, de nem tudták. Pedig persze van baj. Ott a heal, nagyon jó.
Hazunk egy tiragisút. Mert nagyon riszki. Spennótot fel tudjuk szedni majd jobbra. XP. Ben az XP akkor. Hmm, 800, szóval én nem is tudom megére annyit. Én ezt arra a itemekkel hoztam. Nem hülyeség, Rizsi. Nem hülyeség. Na most megvan a Soul Solution. Na, ez kellett amúgy. Hát a sérthetetlenségre mentem. És talán amúgy megérős. Talán amúgy megérős a sérthetetlenségre menni. Ugye ezek karakter kétszer tud sérthetetlen lenni. Egyszer az a passzívjából, most meg már a, az Evolve-ban. Bízom benne, hogy ez jó döntés volt. Sziámnél! Hát az, hogy ilyen gyorsan leszünk fekete lyukak, igazából valószínűleg nem kérdés. Azért, ezért választottam a Victory Sword-os srácok, ha valakinek kérdés lenne. Ezért. Na, 20 000 enemy. Ja, nagyon zsír ez a game, Jamal, én is élvezem, imádom. Jó kis diszkó? Üdvünk mindenkinek, skacok. Mi védi itt a spinácsot? Hatodik perc 2000, 11. perc 20 000. Akkor jó lesz ez. Jó lesz ez. Na, itt lesz a spinachos candelabradoros evolvunk. Ugye ez a még nagyobb robbanás, a Goldy Shuffle. Még több robbanás gyakorlatilag. 30 000 enemy. Szerintem most nyugodtan rámeltünk a Guardianra. Fagyasztópáncási volt az Infinite Collider, azóta nekem az alap lett a build-em. Az elég OP. Az Infinite Collider. Na, hát megöltük a Guardiant. Amúgy. Elhagytuk az Arcanát. Azért még jó lenne elmennünk. Mi ez a sikoltás? A tűzi játék? Az lenne. Oké.
fogyasztás robbanás generál, az amúgy jöhet. Itt robbanások történnek. Hát fogyasztások történnek, úgyhogy robbanás is. Srácok, eltűnt a hang. Haló? Jó, visszajött. Ja, két perceként körém húzza a cuccokat, nem hülyeség amúgy. Na, 42.000-nél tartunk, srácok. Negyed óra alatt még össze kéne szedni mi az 58.000-et. Hogy meglegyen a 100.000. Ugye, igazából akkor van szívás, amikor sérthetőek vagyunk. Amikor közel jön hozzánk az enemy, akkor nagy szívás van. Szia Kung Fu, szevasztok! Hát már előrejelzés, hát vannak moderátorok. Meg lesz-e a 100.000 enemy halálnél? Mármint hogy... Anélkül, hogy ugye... Megkapjuk a stat képernyőt, mert a halál ugye meghaladunk, mert van ribány. Ott a Candy Box. Na, Candy Box. Igazából elhozhatnám a Laurát, és ki lehetne rakni. Lehetne rakni, hogy negáljam az ellenséges sebzéseket. Az amúgy szerintem kellene ez a buildhez. Nem tudom, ti hogy vagytok vele. Tehát még annyira se tudjanak minket megsebezni, tehát még OP-bak legyünk, tehát az jöhet. Hozzám tud érni sajnos az enemy. Ott van a Guardian. Megpróbáljuk lerakni. Most megyünk a másik gyűrűre, ami szívás lesz, mert a körül sok enemy van, hogyha jól tudom. Na, 50.000 enemy már megvan. Az a legjobb, amikor sértetetlenek vagyunk, és még így suhanunk is. Azt mondom, hogy nem tudom, hogy hol vagyok. Múltkor kicsit bement a Soulstone Survivor, egy 188 perces kört tudottam. Aztán, az kemény. Azért kemény. Ha ez itt most gond lehet. Most éppen üdik le rólam a shieldet. Na hát akkor lejjebb jövünk.
Nem tudom, hogy merre kell kimenni. Talán erre. Hát, a shield ötlete jöhetett volna hamarabb is. Nagyon kevés enemy hal. Azt nézem. Megjött végre a székem, viszont kérdeznék a tarpeje, neked is lötyögős. Normális. Aha, lötyög. Kicsit. Mindkettő. De hogy normális-e, azt nem tudom. Hatvanezer enemy. Hatvanegyezer. Hát, lehet amúgy, hogy ez nem lesz meg a 100 000. Gondolom nem lett kiírva előrejelzés, mert nem látom a számokat a nevetek előtt. 19. percnél most történt valami. Huszadik perc. Még egy perc és jön a következő árkana. Amúgy, ja, magunk köré kéne szívni, tehát a 21. percén magam köré tudom szívni a gyűrűt. És akkor meg lehet az ivolt. Ugye addig jó lenne túlélni. Srácok, hogyha nem veszem ki a Laurát, akkor már nem élnék. Ez fix. Na, 70 000. Őre erősebbek. Még 30 000-et kéne összeszedni 10 perc alatt. Hol az árkánás boss? Valahol délre, aha, ott van. Ugye most az kell, hogy magam köré szívjam a cuccokat. Ja, ez az. Mad Groove. Ja, de nem is a gyűrű kell, hanem... Jaj, nem is a gyűrű kell, basszus. Nem baj. Ez se gond. Ez hátor. Nem baj. Hanem... Hanem a nyír kell nekünk. Hát ez benéztem, srácok. Hát ez meg lehetett volna hamarabb is. Ha ez meg lenne, akkor nem kéne annyira félnünk a sebzésektől.
alakúját. Mindjárt halnak a gárdiánok. Az egyik gárdián már meghalt. Metagliót kell ugye felhúzni. Azt találtátok a robbanásban mennyien meghaltak? A fagyasztás robbantás azért keményen viszi őket. Durva volt látni. Na, jó, még egy gárdián meghalt. Na, srácok, még kell 20 000. Még 20 000 káskatok. Sajnálom, most már 10 000-enként váltunk át ebbe a kőkemény állapotba. Amikor csak úgy omlik szét az enemi. Már azok megvannak. Akkor kivesszük. A Crimson Shroud. Most már még annyira se tudnak ránk sebezni. Egyébként érdemes mi hamarabb kinyitni a ládákat. Azért, mert akkor a szintlépésnél a Limit Breakert húzza a szintlépés, és a ládában meg ugye csak pénz van. Na még 15 000 enemy. Még 15 000 nem is, srácok. Hú, mennyi enemi van a képen, basszus. Százká meg lenne, annak nagyon tudnék örülni. Duplikátor még jöhetnem. Valahol itt van, nem? Ott van, pont elmentem mellette. Megjött a 25 perces boss. Valami fél HP-zott. Ezt a boss csinálta volna lehet amúgy. Húha, beakadt a játék. Na, 90 000-nél tartunk most. Már csak 8 000 kell. Már csak 8 000 kell, srácok. Már csak 2 000. Ez most olyan, mint hogy beszoroltam volna. Ja, hát persze. Nem erre kell menni. Már csak 6 000.
5000. Szerintem eltévedtem. Erre el akartam jönni, de úgy néz ki, hogy nem erre kell. Már csak 4000. Három ezer. Két ezer. Ezer. Nem úgy tűnik, mintha most már bármi is meg tudna minket állítani. 300. 700. 100. Sok van. Meg is van, srácok. Előrejelzés ugyan nem volt, de gratula nektek. Hogy hittetek bennem. Az helyzet még ilyen 100 000-est egyszer össze kéne hozni egy másik karakterrel. Ez 2000-nél járunk egyébként most. Mi a túrós rész? Hát a túrós rész, tehát azt enném, Billy. Próbáltuk összeszedni, hogy 100 000 enemit öljünk meg, most tartunk 102480-nál. Úgy néz ki, hogy a 28. felszínen enemiket már nagyon nem ölünk. De az enemik viszont minket nagyon ölnek. Még egy percet kéne túlélni. Nagyon lögdössük őket, ajaj. Az a jó, hogy még egyszer meghalad. Ja, még többször is meghaladunk, mert föltan a tiramisu. Ebben mi van? Ó, hát a Super Candy Box. Super Candy Box 2 Turbo. Ebből mit csaljunk ki? Ebből ki lehet csalni mást is? Ki lehet csalni az Echo of Night-ot? Az Echo of Night-ot azt hogy is lehet megszerezni? Az a Summon Night-tal szerezhető meg, de hát olyanunk ugye még nem is lehet. De most meg lehetne. Az helyzet nem... Hát... Csúnya csalásokat lehetne itt csinálni. Kivesszük. Amúgy jól néz ki, Jéz. Hát hogy takarít, azt nézzétek. What? Milyen takarítást levág? Ez ugye egy evolve, tehát hogy ezt nem tudtuk volna megcsinálni. Hülyeséget mondtam. Tetszik, hogy takarítja a képernyőt. Ezek a fekete csíkok ez az Echo of Night csinálja egyébként. Hadd izzadjon a gép, igaz? Hoppá! Vége. 5 dolgot oldattunk fel. Itt van Suto. Babi Onna, mert evolvoltuk a Summon Knight-ot. Igen, ilyen történt. Hát ilyet nem csináltunk. Vagyis kell megszerezni a Summon Knight-ot? Summon Knight. Ha Babi Onnával játszunk, hát akkor csaltunk. A Super Candy Box az gyakorlatilag csalás volt.
mert úgy érezte a játék, mint hogyha megcsináltuk volna a Babi Onnával. Várjál, Summon Knight. Bocsánat, félrebeszélek. Summon Knight. Igen. Ott van a kappás, az világos. Itt van az, hogy 15 percet éljünk túl, és megkapjuk a Four Seasons-t. Evolve voltuk a Four Seasons, tehát megvan ez jutó. Evolve the Summon Knight. Ja, ha igen. Ugye a Super Candy Boxból kivettük a Summon Knight-nak az Evolve-ját. Az Echo Knight-ot. Mert ugye nekünk nem volt Summon Knight-unk, hiszen az a Suto-val vele jön be. Ja. És így megkaptuk a Babi Onnát. Megkaptuk a Babi Onnát. És ott van a 100.000 kill. Tök jó. Hát egy achievementet a Super Candy Box az lecsalt nekünk. Egy achievementet lecsalt nekünk a Candy Box. Na, Suto-val 15 perces túlélés. Babi Onnával a 15 perces túlélés. Babi Onnánál ott van a Mirage Robe, és neki kell az attraktor. Mirage Robe-nak kell az attraktor, és akkor lesz egy karakterünk. Nem csalás ez feature. Nem úgy, igen. Ez nem az volt. Jó, srácok, 6 dolog hiányzik. Én azt mondom, egy rám még belefér. Ja, belefér egy rám még, ha gyorsak vagyunk. Babi Onna, és ugye mit csinál a Mirage Rob? Ja, kopikat. Hát... És kivel kell 100.000-et csinálni? Pillanat, srácok, 100.000... Suto-val? Aha, Suto-val. Akkor igazából azt is meg lehetne csinálni. Na, Suto. És akkor a 100.000-es túlélést megcsináljuk vele. Library mindkét irányba végtelen, aha. Mi a kezdünk a beginning-el? Oké, hát ez elég kemény. Beniselünk egy cross-t. De találkoztunk bággal, Samans. A Victory Sword-ot kéne kivenni mellé. Ezer és 100.000 fiat kell összehozni. És ez fegyver. Ez a duplikátorral Evolve-val. De az attraktorba el kell hoznunk, hogy fölvegyük az XP-t. Szia, Panka, szevasztok, srácok. Mikor? Hát amikor eltűnik a hang, hogyha túl sok az effekt. Vagy amikor túl sok az effekt a képernyőn, akkor konkrétan a játékban egy másodperc a való életben 5 másodperc vagy 10 másodperc alatt telik el. Tovább tart. Na, az kell. Na, ez most sokat fog elvinni. Remélhetőleg. Ja.
az időmolásos javították, de hogy javították, ahhoz motor cserét kell csinálni, mert azt nem lehet csak így javítani. Tetszik amúgy ez a muzsika is. Jubilee? Ilyet a Jubilee. Jubilee-t szeretem. Ókás. A Jubilee. Azt mondja, hogy most hozott nekünk a Fire One More Projectile. Az a gond, hogy ez a támadás, ez csak föntre megy, ami szívás. Tovább tart. Victory szordozni is akarunk. A könyv nagyon kéne. Hát a damage növelés az kell. Innen. Elküldtük a Vendort egy kicsit. Itt mindenkinek kezdve a srácok, sziasztok. Sziasztok. Aha. Mutat a duplikátor is. Az empty tomb jobban kell. Ennél jobban kell. Jó, még kellene, hogy fent tudjuk tartani ezt a sötétséget. Szia Goldmester, szevasztok srácok! Ebbe a karakterbe tényleg csak az a szívás, mármint ebbe a fegyverbe, hogy ugye kb. Fölfele tudunk főleg menekülni. De meg lesz a Victory Swordunk, akkor jobb lesz a helyzet. Vagy az Empty Tomb is jó. Oké, most már folyamatosan bent van ez az éjszaka. Persze kevés. Kevés. Nagyon halnak. Most kerülünk egy nagyot.
sikerül jobban megritkítani a soraikat. Ez egy eléggé HC. Ez elég HC. Most csinálom ki. Én úgy érzem. Hát akkor jöhet a Ben is. Victory Swordot kell bemakkolnunk. Hát egy Panda Labrador is. Egy Toronna. Sajnos olyanokat kapunk, ami nekem nem kell ebbe a build-be. Jönnek a cicákok. Four Seasons. Amúgy jó volt. Nem néztem meg, hogy mennyi dam volt. Tehát ez egy elég nagy probléma, srácok. Szívás, hogy most már nem tudom, hanyadik Benisemet nyomom el. Amit itt meg se tudunk nézni. Ahelyett, hogy ugye fegyvert vagy MP-t vennék fel. Ja, igen, és ha a legnagyobb gond, hogy a ládában nem upgrade van. A karakternek mi a passzívja? Kérlek szépen. Ő a Shuto. Magas körz stattal kezd, tehát 50-essel kezdünk, és át tud alakulni megalós jutóvá, hogyha evolvoljuk a fegyverét. A fegyver evolvhoz pedig mi is kell nekünk? Egy láda, gyakorlatilag. Ennyi, elvileg. Na hát... Még pár fegyvert azért tudunk skippelni. Még mindig tudunk skippelni párat. Igen. Azért nem rerollolok, mert Arcanát is lehet rerollolni. Ha esetleg ez kérdés lenne. 8. perc, ott egy boss. Hát igen. Egy spinácsot lehet, hogy el kéne venni. Nem akar kedveskedni velünk az RNG. Adhat a Toronnát. Akkor egy jó duplikátor. Fagyasztás az amúgy most nagyon jó. Végre lejjebb mehetek. Nem tudom, mennyit jöttem föl, azért már ezzel a fegyverrel csak fölfele lehet menni. Igazából most jönne egy láda, akkor meg lenne az evolve a fegyvernek. Na, a Candelabradornak például örülök. Toronnak kéne még.
Na, az egy boss. Akkor ezek meg az erősebb ellenfelek. 9. percén itt már utóbbi szívás volt. Tanul vicces látni, hogy mennyi benisünk van. A 10. percén jön egy boss. Na, ebbe lesz. Csatlak. Már ez is jó. Damaging zont csinál alánk. És átalakultunk. Na. Na, srácok, most már jó. Most jó. Victory Sword azért kéne, hogy sértetetlenek legyünk. Tizedik perces boss. Igazából Andelabrador fejlesztést tudunk kivenni. Ja, olyan, mint hogyha a zene is megváltozott volna, igen. Ebből a sértetetlenség miatt kéne tényleg a Victory Sword. Koronára megyünk, úgyhogy ez kitalak. Léci játék, legyél kegyes. Spellbindert emiatt raktam ki. Bízom benne, hogy amúgy hat rá. Hát... Skip. Sajnos skip. Victory Sword. Én még mindig bízom benne. Victory Swordba meg a koronnába. Én megvettem a DLC-t, viszont teljesen kinullázta az eddig elért dolgokat. Olyan, mintha az egész játékot most kezdeném találkozott valaki esetleg hasonló hibával. Hú, hát ez elég fura panka. Nekem nem volt ilyen szerencsére. De mondjuk én le is mentettem előtte. A mentésemet. Hát amúgy el kell engedni. Nem korona, torona box, a torona box kell Gabi. Laurelezünk. Adta be a Victory Sword, ez iszonyat szívás. Ja, Punk, ez nagyon fura így, hogy lerezetelte nálad a dolgokat. Ennek nagyon nem így kellett volna működni.
Victory Sword azért lett volna jó, mert az Evolviával sértetetlenek leszünk. Szevasz, Konik, szevasztok, srácok. Olyan kevés XP jön. Ez a 15. percben bármit kiiratnál, hogy ez milyen játék, úgyse látjuk. Nézd meg, nagyon toxikus. Nagyon toxikus. Yeah. Jó, hozzuk el a koronát. Ez így elég szívás. Ez így elég szívás, srácok. Ez valójában Konix a WoW. Ez egy Mythic plusz 25-ös raid is, igen. Jöttünk csontvázat ölni. Nagyon közelít felém. De nem tudja, ki bekötött. Nem is a WoW, dehogy nem. Ez a WoW. Mizé, bevadult srácok a boss. Haló? Bevadult. Amúgy egy árkánás ládát elhagytunk, látom már. Most jön egy Guardian. Aha, béna Guardian. Ha? Ez DLC, igen, ez a fizetős DLC, ez így van. Fel kell vennem a nyilakat, meg a gyűrűket is fel kéne. Hogy még nagyobb legyen a körszünk, még többen nem itt tudjunk ölni. Mennyi bekerül? 2 euró. Nagyon jó, itt a láda. És a legszívásabb most az, hogy nem tudunk rollolni. Az 1,43-at valószínűleg azért írja, mert a bundle-t nézed, tehát hogyha megvan a játék, és a bundle-t nézed, akkor olcsóbb.
Ja, meg most 10% kedvezmény van, tehát hogy 10% kedvezmény van 22-ig a DLC-re, de lehet, hogy a játékra is. Hát már nem nagyon akarnak halni az enemy. Ez egy kicsit problémás így. Ez a Guardian is. Megvárok legalább egy 50%-os szélt. Na az optionsben van egy data recovery, behoz minden. Na zsír! Na örülök, hogy így ezzel megoldódik. Bankra. Két szintet várunk, aztán belenézünk a ládába. Srácok, még 70 000 enemy kell, szerintem ezzel a build-el nem lesz meg a 100 000. Kevés a körzünk. Ez kevés sajnos. Ez itt sajna kevés. Hát még 10 perc alatt 70 000 enemy-t meg kéne ölni. Hát... Még ugye most fel kéne venni a gyűrűket is. Első gyűrű az nem tudom, hogy hol lát. Szerencsére be van akadva a Guardian. A 105%-os körz. Na! Elszipantjuk az XP-t. És akkor megyünk fel a másik gyűrűre, ami még nem tudom, hogy hol van. És ez most jelenleg 120%-os körz, 36 000 enemy. Hát ez nem lesz szerintem, srácok, majd. Másfél óra várakozás után köszönt a pufkand, hogy mégsem tudja teljesíteni a rendelést. Hát eddig ügyködtek rajta, hogy megcsinálják a különleges kérésedet, és nem tudták. Miatt nem haragudhatsz rájuk, Onyx. Nem mindenki tud olyat csinálni, amit te szeretnél. Gondoltam, veszek valamit, amit ők adnak. Tehát különleges kéréseim van. De vazgapcsink. Igen, sajnos csíkozódik a kép.
mert tönkre ment a videókártyám. De nem tudom, hogy hogy lehet megcsinálni, Gabcsi. Van ötleted? Elvileg itt lenne fönt, de odafönt nem tudom, hogy hogy lehet eljutni. Kéne 64 GB RAM? Na jó, az lehet. Az lehet, srácok. Most nagyon elkezdett fogyni a HP-m. Hoppá, hoztak egy árkánát, azt mondja, hogy Silent Old Sanctuary. Might cooldown. Hát végül is ez jöhet. Ez a robbanás. A robbanás jött. A sütőbe kell berakni? Na, 46 000 enemy, valami történt, srácok. Nem tudom, hogy jó irányba-e. Másik gyűrűt is felveszünk, az ezüst gyűrű. Azt nézzétek, mennyi kappa! Hát ezek hogy kerültek ide? A jeges területen is vannak kappák. Ó! Oh. Holland Guardian-t kicsaljuk. Meghaladna. Huszonharmadik perc. Jó. El se hiszem. Itt a sok kappa, szerintem a kappák gyorsan halnak, úgyhogy rajtuk megpróbáljuk kifarmolni. Szerintem kevés lesz. Mozognunk kéne, hogy gyorsabban halna. Nem úgy néz ki, mint hogyha gyorsabban halnának. Hát ez így nagyon úgy néz ki, srácok, hogy bukó. De legalább most már tudom, hogy itt vannak, itt is vannak kappák. Öt perc alatt 50 000 enemy, ez lehetetlen.
el a spocom. Na, megjött a boss. Most az helyzet még annyira se hal az elemünk. Hát igen, innen hiányzott a Victory Sword, srácok. Ebből a buildből. De hát az RNG nem adta meg. Legközelebb kilépünk, hogyha nem adja meg. Ez így a szívás. Tehát van különleges kérdése nekem. Nekem. Mi kapcsolatban maradt a streamernek? Egy perc alatt 10 000, meg az a gond, hogy 28. percnél nagyon bedúltul a játék. A fekete pest és ez a Night Sword, a Victory Swordnak a párja. Na hát most ugye lesznek a nagy szintlépések 28. perctől. Állítólag. Talán a 70 000-et sikerül elérni, de még az is necces. 69 000-et szerintem elérjük. Ezek szerint a 70 000 meg lesz. Nagyon nem adja a srácok a piros gemeket. Én azt hittem 28. percre már piros gemet ad mindenki. Erre fel meg nem. A 100k? Aha, van 100k-ra a csip. Az hagyján, hogy a csile állok van 100 000-re. Ezért akarom megcsinálni. Egy karakterre már sikerült, és ez a második, egyben utolsó.
lassú lesz, de a halál megöl előbb utóbb. Aha, két karakterre csinálták meg ezt. Az helyzet, hogy ez ugye visszasebez a halálra is, szóval lehet, hogy még a halált meg is tudjuk ölni. Simán lehet, hogy meghal a halál. Mert ugye a Crimson Shroud van rajtunk. Elég erősnek még? Hát ha erős lenne, akkor ugye instant nagyon csapott volna minket. Azért nem tud megölni, mert olyan cucc van rajtam, ami csökkenti a sebzését. Elég durván. Na, azt hiszem 10-es sebzésre redukálja a sebzését. Tehát most nagyon sokszor csap ránk 10-et. Most már ketten vannak, ugye? Tehát lehetne revive-old, de nem akarok. Na! Hát most csak egy achievementünk lett. Most csak egy achievementünk lett. 15 percet túléltünk Siutóval. Hát ez is valami. Na, nem néztük már megint a damage-eket. Melyik item hogyan damage-elt? Melyik fegyver hogyan damage-elt? Belement egy szempilla a szemembe. Ja, kéne is tudok rotétót is grindolni. Ez hihetetlen. Általában ilyenkor csak még több szempillát nyomok a szemembe. Na, hát addig jutottunk most ez alatt a 3-3 és fél óra alatt, hogy 5 achievement hiányzik. 5 achievement hiányzik. Ugye fel kéne oldanunk-e a Mirage robot, de Babionnán úgyis ott lesz rajta, és vele úgyis evolvolni fogjuk a Mirage robot, ezzel unlockoljuk majd a McCoy Onit. McCoy Onival majd kell játszanunk, hogy meglegyen ez a 108 botcel nevezetű fegyver, és Megalo Siutóval pedig meg kéne csinálnunk a 100 000 enemy megölését. És mivel azt kérte tőlünk, hogy Megalóval csináljuk meg, ezért valószínűleg a 100 000 az amúgy se lett volna meg. Mert hogy mi csak simán a Siutóval csináltuk, nem? Ja. Igen. Nem is azzal a karakter, tehát hogy másik, mindegy. Srácok, feleslegesen grindoltuk a 100 000-et, mert amúgy se tudtuk volna megcsinálni. Ahhoz a megaló kellett volna. Ő pedig nincs is meg. Ó. Hogy lehet vele kezdeni? Megaló menya van meg csak egyedül. Jaj, én hülyeséget mondok. Hát a megalót állókoljuk a 100 000-rel. Jó, tehát akkor sima Siutóval kell menni, hogy a megalót kinyissuk. Igen, hülyeséget mondtam. Itt van a megaló menya. Úgyhogy ezt majd ki kell próbálnunk, mert nem vágom, hogy mi az, hogy nem lehet sebezni, de eltűnik, hogyha elérjük a time limitet, úgyhogy ezt is majd meg kell néznünk. Itt van a Gavet Oni. Őt is, tehát ő kettejüket még ki kell próbálnunk, meg a Babionnát is szintúgy. Ja, meg a Siutóval meg kell csinálni a 100 000-ről is. Tehát, hogy még vannak feladatok, srácok. 5 achievement vár ránk, úgyhogy jövő héten is lesz Vampire Survivors, és ez azt jelenti, hogy idén meg fogjuk csinálni a 100%-ot ismételten. Ó, köszi szépen, hogy leírtad. Menő, ezt mivel csináltad, amivel másoltál a videóból? Onyx, amúgy?
Nem fogja most kiérni, mert a DLC és achievementek rejtettek. De ott van amúgy. Egy csomót ma szereztük meg. Ezek a lilák, ezek a DLC-sek. Úgyhogy, srácok, remélem, hogy tetszett nektek ez a DLC megmutogatás. Én rendkívül élveztem. Azért most került be content. Tehát, hogy ez a 13 fegyver, 8 karakter, azért ez nem semmi. Azért ez nem semmi. Nekem így a fegyverek közül amúgy ez a... Melyik is tetszett? A Summon Knight. Igen, a Summon Knight az, ami tetszett. Nagyon. Ez tetszett nagyon. A Silverwind, még amúgy a bombázós is tetszett. A bombázós legyó is tetszett. Jól van. Még csapatjuk, srácok. Jövő héten még csapatjuk, és akkor kimaxoljuk a gémet. A bocce a bocsa. Bocsa a labda játék, amit strandon lehet játszani, egy kis labdához kell minél közelebb dobni. Ó, köszi szépen, Pudás Pingvin, ezt nem tudtam. Ezek itt egy csomó referencia van a játékban, de én a nagyját amúgy nem vágom. Köszi szépen. És köszi a figyelmet!